A legkisebbek 500 méteres távjával indult az idei strandfutás a Balaton-Lellei strandon. Az idén is népes mezőny állt rajthoz a különleges pályán. Ez Magyarországon egyedülálló, hogy így a vízben és a homokban együtt van a táv, és nincs benne semmi aszfalt, semmi kemény burkolat. Szerencsére nagyon sok a visszajáró vendég, olyan is van, többeket találkoztunk már tegnap, hogy mutatták, hogy a korábbi évek érmeivel a nyakukba jöttek ide be a strandra, amikor készülöttünk a versenyre, úgyhogy szerencsére sokan visszajárnak. A felnőttek mezőnyében már a legrövidebb 1500 méteres táv is nagy versenyt hozott. Gyorsítani, gyorsítani, mert egyelőre Unesco-i együttese haladva! És akkor itt a vége fussövények, gratulálunk, megvan itt a győzteseknek a célbaérkezés, nagyon nagy küzdéssel a srácoknál! Sokan sportolóként vágtak neki a távnak, de a vízben futás mindenki számára kihívás volt. Az ellenfél miatt nehéz volt. De ugye a víz, amikor térdiget akar, az nagyon kemény volt. Szerintem ott fáradt ki mindenki a legjobb. A résztvevők szerint, bár alapvetően ez egy bulifutás és nem az eredmény számít, teljesíteni jóval nagyobb kihívás, mint egy szárazföldi futóversenyt. Nehezebb. Azt mondom, hogy én egy éve futok szárazföldön, igaz, hogy rövidebb távokat, tehát olyan 10 km, de megterhelőbb. Ugye a víznek az ellenállása, meg a nyomás azért sokkal nehezebb. A futók még 3 és 5,2 kilométeren is próbára tehették magukat. A pálya nehézsége mellett a rajthozállóknak még a hőséggel is meg kellett küzdeniük. A szervezők ugyanakkor jeges és vitaminos vízzel, friss gyümölcsökkel várták a célba érkezőket.